Galériában Csurka Eszter kiállításának a megnyitóján, szintén itt van Vilmával együtt. A kiállítást most István Kovács, a berlini magyar TV tudósítója fogja megnyitni. Köszönjük! Ima, engem csak a hallanak, minden oké, mert itt a berlini magyaroknak is tudósítjuk, a berlini magyar tévénézői ugye most már nem kell szatellit, hanem itt a live-on. Úgyhogy aki nagyon fél a felvétel, többen is kameráznak, ugye látják, hogy mutatom a berlinieknek, hogy hányan kameráznak minket, tehát több kamera van velem szemben, mint nálunk, nálam. Oké, Ima, de térjünk rá a tájra, tehát egy megnyitó vagyunk, Csurka Eszter, képzőművész, ott áll a képzőművészkör, igen, és a galériának a vezetője. És akkor, tehát engem ért az a feladat, az a megtisztelő feladat, hogy megnyissam a kiállítást, ami hát egy nagyon furcsa helyzet, mert ugye én általában kérdezni szoktam, nem állítani, vagy a kérdéseken keresztül állítunk a vágóasztal segítségével. Igen, hát nem tudom, néha levetnek az emberek, mikor mondok valamit, de jól lenne tudnám én is miért, hogy ők nevetnek, mert akkor tudnak mindig vicces lenni, de ők általában csak akkor nevetnek, mikor komolyan mondom valamit. Ez furcsa helyzet. Én mindig nagyon sokan vannak kamerával a kezükben, és nem tudom valami húzni, mert akkor nincs mikrofon. Na, térjünk rá a művészetre és a megnyitóra. Tehát Csurka Eszter, képzőművész, rendező, mert én készültem, ő járt a Iparművészeti Egyetemre, ma moment, Mohaj Nagy, ugye, tudjuk, Berlinben is fontos szerepet játszott, meg nem passzol bárhol, na mindegy, hogy Németországban, és akkor megtanultuk, na mindegy, és aztán Eszter járt a Filmművészeti Egyetemre is, szóval nagyon sokrétű tudása van a művészetből, és nem csak volt fest, de filmet is rendez, koreográfál, ugye jól mondom, és ezért ez a festészeti kiállítás, ez különösen érdekes, most festészeti oldalról ismerhetjük meg, mindjárt mutatjuk, ne nyugtalankodjanak, azt kérem, ott a tévénézők Berlinben, meg tudjuk mutatni szépen a képeket, rendben lesznek. Szóval, mi mindig nagyon kitartóan kameráltak, 1, 2, 3, 4, nem a hölgyet, és egy fát egy kamerát, nem vagy. Szóval, a festmények. A festményekről, most így átnéztem őket, bár ezt már láttam korábban is, és a festményekről annyit kell mondani, hogy mutatom is, hogy önök is nézzék közben, a budapestiek is mondom, hogy nézzék közben, hogy közben mondom, remélem hallanak. Szóval ilyen elmosódottságot lehet látni, kicsit olyan, hú, mekkora hátsó vagyok, kicsit voltál, nem voltál? Bocsánat, akkor miért? Megkérdeztetem, hogy miért sóhajtott ilyen napja? A Brattó Cicli jobban csinálta. Értem, de ő neki még nem volt lányja. Ezt már hallottam, a Havas Henrik mondta, ismerem ezt a mévené, nem baj. Nekem a szüleim mondják, hogy Brugnell Cicli, de nem Brattó. Oké? Szerencsé már nem konkurencia. Mindest utána nézhetnek, térjünk vissza a művészetre. Elmosódott képeket látunk, illetve nem is elmosódott, nem, de hosszú expozícióval készültek volna. Hosszú expozícióval, és elég élénkek a színei. Én mondjuk csak azt tudom mondani, amit látok, mert nem mindig tudok áthatolni a művészeti anyagokon. De most megpróbálom, megyünk tovább, a kamerák sűrűjébe, alig tudok odajutni a művészethez. Ott is látunk egy pár, aki egy fiatal orvosjelölt előtt ülnek, állnak. A fiatal orvosjelölt egy ilyen gyógy, gerinc laktalan ül, ugye? Hát fontos az egészség, és ez ennek van, mondjuk ők nagyon groteszkok. Láthatólag ők is egy ilyen szürreális világban vannak. És az orvos növendék, picit, sokkal kisebb, mint ő.
már nevetnek, nem tudom, komolyan megint olyan számítottak. Nem tudom, tehát nem tudom, Berlinbe ez megszokott, tehát önök írják meg kommentbe, hogy önök is kellene több idegen szó, tehát ilyen latin szavak, de most ennek nem jutnak eszembe. Olyan útvonal, talán nem mondjuk nincs értem a német. Ő mondhatna, hogy latinból sose voltam jó. De menjünk tovább. Hoppá! Ott egy levitációs pillanatot örökített meg a művésznő. Igen. Igen. Próbálom. Szerintem elég szép az, ahogy ott lebeg a hölgy vízszintesen. Ez egy hosszú expozíció. És lent egy ilyen matematikai, hát a halmazok meccés pontjai illusztrálják valószínűleg pont ezt a szituációt, amit ott a táncosok hosszú expozíciós B, a régiek még emlékeznek, B-vel van fotón festve. Tehát B-vel, B expozíciós idővel van festve. Az nagyon érdekes. Címet nem látunk, de alá van írva. Ez a, hoppá, hozzájöttem. Szerencsére. Nem baj. Szerencsére nincsenek őrök. Őrök. Egy idősebb őrök, vagy fiatalabbak, mindegy. Már mondjuk a Bruckner Siegfriedet már figyelmeztettek. Azért nem szól senki, hogy ne nyúljak a képekhez, ugye? A Orbán, mert tükörben vagyunk. Ja? De nem tudom, ezek a képek... Ja? Hoppá, ezek a képek pont... Fordítva vannak, úristen, akkor kérem, hogy mindenki vegyen magához egy tükröt Berlinbe, és úgy nézze a műsort, jó? Mert az a helyzet, hogy ezek a képek fordítva vannak, mert a live-ot csak így tudom, nem magyarázok tovább, a fiatalok értik. Idősek is magyarázzák, kell tükörből nézzék, akkor, vagy ha nincs tükör otthon, akkor az ablakot nyissák ki, tegyenek egy sötét tápítót, és úgy tartsák oda a készüléket. Na itt az a aláírás, itt hattuk abba. Nem tudom, ja, ez is fordítva van. De hol van? Ah, ott van! Ez a művész aláírása volt. Túl van. Hát én még folytathatnám ezeket a szabad asszociációs gyakorlatokat, de az a helyzet, hogy én a szakmámból kifolyólag kérdezni jobban tudok, és most oda megyek az ajtóhoz, senki ne tudjon elszaladni. És akkor innen, azért megmutatom ezt is, nagyon szép színei vannak, bemozdult kép, ezt is B-vel festette, B expozícióval festette a művésznő. Ima, újabb kamerás, őrület, kutyus is van. Ja, szervusz! Tetszerek a munkánk? Nem most szeretem az állatokat, ezt köztudom. Szerintem ők is élvezik. Nos! Tudjam, ön jött a kutyussal. Ön mit szól ezekhez a munkákhoz? Mit gondol erről a B expozícióra, vagy mi az első, ami... Én nagyon szeretem Csülpesternek a munkáit. Aha. És nagyon jók ezek az átsúvanások, átmozdulásai. Aha. Kifejezetten jövő. Ez Jacobi? Minden Csülpester képén ez látható. Aha. Több Csülpester is van, vagy hogyan? Hát csak több Csülpester kiállítás van. Aha. Értem. Ima. Köszönöm a választ, nagyon jó. És milyen színesen öltözött a hölgy. Önt is meg tudnám festeni szerintem Csókvesztét egy bemozdulva. Lehet, nem tudom, lehet egyet rendelni. Én rendelnék, csak nincs ilyen színes ruha. No, tehát az ruha. Nekem egyből azt jutott eszembe, hogy ez a festőművésznek Francis Bacon-nak a lánya. Aha, mi már csináltunk egyszer egy interjút, igaz? És ott is a Bacon-t mondta. Pontosan. Aha. Köszönöm szépen. Igen, az nekem csak a békön tetszik, de és mi az, ami a békönbe itt áthallás, konkrétan, mire gondol? Ugyanezek a megbemászgódott képek, és rendkívül szuggesztívek, tehát döbbenetes segítség. Elnézést, bocsánat, csak igen, a mikrofon egy kicsit hág, kérem, hogy figyeljenek, tiszteljék meg a nyilatkozó ugat, mert a békönről beszél, jó? Tehát azért... Én. Szóval észrevettem ezt a hasonlóságot, és ezért azért mondtam, hogy tulajdonképpen ez a hölgy nevezhető lenne Francis Bacon lányának. Mert a korban tulajdonképpen ez összefügg. Lehetne a lánya, a kis hölgy. Fantasztikusan jól fest, szinte hihetetlen.
Jó, neki teljesen más a stílusa, de hasonlóságok észrevehető, árnyalatbeli dolgok. Fantasztikusan jó, csak gratulálni tudok a hölgynek, így tovább, és ezt még fejlesztő tovább. Ezt kívánom neki. Nagyon köszönöm Csóka Eszter nevében. Nézzük meg ezt a képet. Hova megy? Menjen Leo, azt mondja, hogy hívják az uhat. Leiter Leo, nem tudom, hogy mondjam. Elszállt. Van, aki elszállt. Mondabár. Mondabár. Mi üzen a belgi magyaroknak? A legjobbokat. Imádj! Jó, és akkor mondjuk erről a képről, mert ön nyilván több kertes megnyitónk volt már, mert egy tévés van, jobb mint egy picit. Elnézést, csendet kérünk, mert bocsánat van, hogy ugye. Na, Ima, ide kessék figyelni, adás van, jó? Na, szóval hogy ugyan úgy látom, hogy több megnyitón is jár, mint én, mert egy tévés van, jó? És akkor önnek szakértőbb a, szerintem az álláspontja az lesz, úgyhogy akkor... Meg csodás kérdek, csodás. Aha, meg milyen szempontból? Minden szempontból. Mert van olyan csöves kamera? Igen. De milyen csöves? Miért csöves? Miért csöves? Ez egy kritika? Tehát csőlapó? Igen, úgy nem hiszem. Hát akkor? Hát ezt nehéz megmagyarázni, de... Dilemény van, hogy nagyon jó. Érdekes, a berlini magyarok most megtanulhatták, hogy egy új pozitív jelző van Magyarországon. Divább a csöves, ez most már pozitív jelző. Hórig, ahogy mondjuk, vagy hőrig, mert Bayernban már valószínűleg úgy is mondják, de hórig. Oké, kíván, köszönöm szépen. És akkor a hölgyek, mert még elmenekülnének. De ők nem jöttek el, önök jöttek el, és akkor ott vannak a tévéről, hogy nem érte, hogy tükörből nézik a gyarokat. Te őskoglás. Igen, hát ez a szakma. Akkor tovább. Jó, nem baj. Ki kérdezzünk még? Itt van például az ők, de mit szól ehhez a kiállítás? Hangosabban kell, mert különben kerkedünk. Hangosabban vagyok. Hát le van nyűgöző, meg a kedvenc képe? Még nem tudtam megnézni, de például ez nagyon tetszik. Aha, kedves. Aha, akkor ezt segít neked, megnézzük közelebb, vagy úgy, hogy így állunk, és akkor látjál köztünk még az a kép is, igen? Igen. Szóval így megmutatom. Aha, ennek Szóval melyik része tetszik a képnek? Tudom, nehéz így háttal egy képnek nyilatkozni a kép, hogy a berliniek is tükörből nézik az adást. Hát a vakember. Ön honnan tudja, hogy vár? Hát szemüvege van a vakember. Tudja minden? Nekem most az jutott eszembe, hogy lehet, ez a Berlin Calling-ból egy rész. Nem látom a Berlin Calling-ból. Úgy is lehet? Úgy is lehet, a művek nem feltétlenül tudjanak össze, külön is működniük kell. Igen. Én továbbra is ragaszkodom a vakember. Aha, oké. Szuper! Egyre több inspirációt hallunk, és látunk. Nem tudom még, akkor köszönöm szépen az interjút. Itt van egy ilyen színes sapkás úr, akit követünk. Lehet, hogy nem hall, de mindig vagy a búr. Jó napot! Ön mit szól a kiállításról? Ön mit szól, hogy tetszik a kiállítás? Milyen művészeti értékre sorolnak? Milyen művészeti? Biztos, hogy te kell sorolni? Nem biztos, én csak kérdezem, hogy tévés vagyok, és tévések is szeretünk besorolni. Én az Eszternek a képeit az átfektőn óta ismerem, volt ismerkedő, nagyon őszem meg. Nekem csodálatos. Én abszolút értem, de nem szívesen magyarázom. Nem kell magyarázni, mondani is lehet. Mondani is lehet. Egyelőre szeretnék ünöködni benne, és akkor utána majd, ha leülepszik el az egész, akkor akár még ebben lehet. És hogy ír? Nem mindig. Már hogy művészetből? Magam. Jó, van?
Nagy részére. Meg néha a barátok. Csak nem, én is csinálok videókat csak magamnak, meg a családnak, ez tök normál, és szerintem is. És sajnálom, hogy nem mondja, és úgy érzem mindig, hogy a szakértőknek van egy ilyen diszkréciójuk, és nem tudom pontosan eldönteni, hogy azért van, mert hogy művészetről elegánsabb nem nyilatkozni, vagy azért van, mert egész egyszerűen szerénység. Én művészetről csak szubjektív alapon tudok nyilatkozni. Hát de mindenki úgy, ezért vállaltam. Én azt vállalnám be, hogy addig, még az Eszternek azt az életszakaszát, vagy életpályáját, ami ezeknek a festményeknek az elkészítésére mondjuk ösztönözte, addig én nem mondanék semmit róla. Mert a Herman Leventes képekről tudok beszélni bármikor. De mivel az Eszterné kiesett egy jó pár év az én viszonylatomban, és ezek teljesen újabb viszont együttműzőek számomra, ezért úgy gondolom, hogy most tehát nem mondanék semmit. Jó, prima! Esetleg van valakinek még hozzászólni van olyan hölgyeim és óváim, mint a zajosan nézőket, akkor üdvözlöm Önöket, egy megnyitó magnétek, hogy semmi szokás maradni. Elaludt a kisgyermek, annyira unatkozik. Emlékszem, megint kinek a gyermeke ő? Megszabadult a kis segélyt? Azt a lábát mutatjuk csak a szegény gyereknek, a gyerekek gyakran elalszanak a megnyitón. Erre emlékszem, nekem is néha elvittek a nagynénémékbe, mert úgy elaludtam, zsibbadt a gondokom egész végig. Sok ilyen kép, amikor ezt nem értettem, hogy miért rajzolnak, miért akarnak úgy rajzolni, mint a gyerekek, hogy már tudnak rajzolni. Én is elzsibbattam, nem szóval mutatni a gyerekeket. Kurva! De most elmondtam. Nem hallották, hogy pont magukból beszéltem? Nem, bocsánat, mi a képet hogy ő mennyire szép, de mennyire más, mert valami össze, igazából olyan, mint most a két világ jelme, ami a hasonló, de mégis a távolság kötelező, legalábbis nekem ezt tudom. Hát ott nem ennyi, ekkor összefogás, tehát olyan, mintha két világ közel lenne, de távol van mégis egymástól. Szuper! De egy őszinte válaszolni, én nagyon örülök, mert itt ilyen igazi műértők, hát színes baseball sapkába elszaladtak, önök pedig láthatólag szeretik a művészetet, lápul rá önmagáért, ugye, és nyilatkozni is mernek. Prima! Hova lehetett egy tárca? Mindegy, ezt nem mutatjuk, nem elértünk. Még egyszer annyit, hogy ön egyébként is nagyon színesen öltözik. Tudta, hogy én is itt leszek ezzel a hatalmas piros kérdőjele? Mert szerintem nagyon jól mutatunk így együtt színben. Hoppa, elment a fény. Lehet, hogy vége a műsor. Nem, még nincs vége a műsornak. Bocsánat, igen? Én szóval jöttem egy barátok, és nagyon örülök neki, a barátoknak a barátok. De nagyon érdekes, hogy látni más helyzeteket, vagy jeleneteket, mert nyilván mindenki másra látta, mint neki megyünk, vagy... Hogy lehet különböző dolgokat látni ugyanabban? Igen. Hát miért ne? Akkor tegyünk egy példát. Ön mit lát abban, hogy a kezeken mi van végig, az a narancsága? Igen, nekem az az érdekes, hogy a fekete, ami ugye a háttérben van, ami lehet vagy a színek összessége, vagy tömörödése, vagy lehet egy valami érzelmi háttér, bánat, valami gyötrelem, valami érdekes.
érzés. Nagyon köszönöm, megnézzük, akkor én is megnézem. Bánat a fekete, és akkor a többi, hát ugye tükörből kell nézni, akik most kapcsolódtak be, és esetleg nem tudják, fordítva van, meg élő live, kamerán tükörbe küldje a jelet Berlinbe, de én megint csak a színekre tudok, tényleg borzasztóan, jó értelemben borzasztóan színes, és mozgékony, mozdulatok, a dinamika, ilyenek jutnak eszembe, de hát tényleg nem vagyok műértő eléggé. Hát nem tudom, most már szerintem beszéltünk volna eleget. Nagyon köszönöm a meghívást. Jakob Borbának a... Valaki lekapcsolt az adást valamivel. Köszönöm. Tehát akkor gratulálunk a művésznőnek, ott áll középen, Csóka Eszternek, és fogadják sok szeretettel a munkáit akkor. Jó? Tíma! És akkor lehet nézni a képeket, tessék, tessék! Budapest, Csókán, te megnyitod. Téma. Kinek adhat?